Sziasztok! Én Johnny vagyok, ez pedig itt a Bonbolon csatorna. Hát próbálok nem mozogni, ugyanis be vagyok itt mikrofonozva, mint az ilyen ügynökök. Gondoltam, hogy beszélek erről nektek, ugyanis erről még nem beszéltem, minden, amiben hazudtam nektek. Nagyon sok dolgot írtatok nekem, amiben én nem mondtam igazat, és szerintetek én hazudtam, és volt, amiben sajnos tényleg nem mondtam igazat, erről nem szoktak beszélni az interneten szerintem az emberek. Elég valószínű, hogy erről nem szoktak igazat mondani, vagy hazudni szoktak az emberek. Én úgy gondoltam, hogy lehet, hogy privát dolog, vagy privát szféra, de akkor is fényre derülnek ezek a dolgok. És gondoltam, hogy én megosztom veletek, ugyanis én mindig őszinte vagyok veletek a videóban. Én videóban sose hazudtam nektek, és most sem fogok, úgyhogy szerintem nézzük meg ezeket a dolgokat, amik szerintetek nem igazak, vagy esetleg én a videóban nem mondtam igazat, vagy esetleg hazudtam, úgyhogy egészségetekre. Jó szórakozást! Az első... Írtátok többen, hát fiatalok vagytok, hát miért ne kerülne elő ez a téma, ugyanis nagyon sok fiatalnál, meg persze nem csak fiatalnál, előkerül ez a téma. Remélem, hogy nem viszitek túlzásba, és vigyáztok magatokra. Persze néha kell kikapcsolódni, de nagyon sokan kérdeztétek, legalábbis nem kevesen, az alkohol témát. Johnny, én téged videóban sose láttalak inni. Mármint alkoholt. Tehát most ugye vizet iszok, de alkoholt nem láttam nálatok. Tehát mondjuk amikor Trixivel videóztam, élőadásoztam, bocsánat. Vagy amikor videózok. De most egy. Mostanában elustultam, de egyébként járok edzőteremben. Most tudom, hogy a járvány miatt nem szabad, de alapból sportolok. Alapból egy, ezért nem iszok. Kettő, szeretnék még sokáig élni, tehát próbálok minél több vizet inni. Tehát naponta megiszok mondjuk 3 liter vizet. Tudom, hogy kevés, de igyekszem azon lenni, hogy minél több folyadékot igyak, hogy egészséges tudjak maradni, meg lehetőleg ne száradjak ki. Az egyik. A másik szempont, hogy alapból sose voltam alkoholivó, nem mondom, hogy nem volt olyan korszakom, hogy bulizni voltam nagyon sokat, és az egészségem rovására ment. Nem volt alkoholmérgezésem, vagy ilyesmi, nem úgy értem, hogy nem kerültem detoxba, vagy kórházba. Hál' Istennek. Volt ilyen korszakom, hogy bulizós, bulizás, de tényleg szinte minden hétvégén. Éreztem is, hogy az egészségem rovására ment. Nagyon le is fogytam, nem csak amiatt, de főleg amiatt. Sok barátomra hittem azt, hogy... Sok emberre hittem azt, bocsánat, hogy a barátom, aztán kiderült, hogy nem, mert amikor baj volt, akkor egy se volt ott, amikor meg fizetni kellett neki a piát, akkor természetesen ott volt. Ezt csak azért mondom el ezeket a példákat, mert őszinte szeretnék veletek lenni. Nyilván magánszférában nem mindent engedek meg, hogy elmondok, de tanuljatok az esetemből. Nyilván a mostani én nem érdekelt titeket. Nem nagyon vagyok alkoholivó. Egyébként, ha alkohol, akkor hát inkább a házi
házi piát szeretem, tehát a házi pálinkát, ami mondjuk gyümölcsből van, nem az ilyen bolti pia, meg izé. Hát én inkább sörös vagyok, sör meg házi pálinka, de nem mondom, hogy nyáron nem iszok meg egy jó hideg sört, mondjuk kaja után, mert volt rá példa, nem tagadom, de nem vagyok alkoholista, tényleg még ez viccesen is hangzik, tehát tényleg abszolút messze áll tőlem az alkohol. Nem mondom, hogy soha életemben nem fogok inni, most soha nem iszok, de nem vagyok. Tehát max karácsonykor megiszok egy ennyi likört, ez ennyi. Tehát vagy max szülinapkor kocintok, de az sem mindig, mert volt olyan, hogy mit tudom én, valami ünneplés volt, és akkor másnap nekem mennem kellett dolgozni. Most nyilván ott szonda van, meg alapból dolgozni, majd az ember, akkor benne van az alkohol, tehát de alapból sok vizet iszok, hogy kimenjen nyilván. Tehát annyit nem ittam, hogy most izé, csak mondtam. Tehát már nekem az is sok, hogy lehet meg is ártana. Tehát nálam az alkohol, hát nem az, hogy tabu, de nem nagyon fogyasztok alkoholt. Ja igen, a téma eredetileg. Nem azért nem iszok videóba, mert nem azért nem iszok, mert tehát én nem akarok embereknek példaképe lenni, de én amúgy sem vagyok nagy alkoholivó. De szerintem az, hogy egy ember, mondjuk, akkor vegyünk engem, mondjuk videós. Nem nevezem magam videósnak, de valamilyen szinten be kell kategorizálni saját magamat. Mondjuk tegyük fel, hogy én videós vagyok, akkor szerintem, mint ismert ember videós, nem szép, hogy alkoholt iszok mondjuk videóban, mert megtehetném, ez most semmi rosszat nem, csak más videósok is isznak alkohol, sőt, hú, lehetne mesélni, nem is mondok neveket. Majdnem csúnyát mondtam. Tehát pénzzel bármire képesek, és egyszerűen tényleg detoxig isszák magukat. Annyi videós jutott eszembe, hogy borzalmas. Én meg csak egy sörre gondoltam, megiszom, azt jó van. Megtehetném, de szerintem ez nem ízléses dolog. Röviden ennyi, tehát igen, a második a korom. Ami nem, hogy korom fekete vagy koszos vagyok, hanem úgy értem, hogy a korom, tehát hogy mennyi idős vagyok. Ezt viszont nagyon sokan kérdeztétek, és nagyon sokan kérdezitek élőadásban, meg ugye Premiere-be szoktam feltölteni a videóimat, és ugye az valamilyen szinten, hát nem stream, de élőbe megy fel, és ugye azt szoktak érkezni, és olyanokat kérdezgettek tőlem, hogy mennyi idős vagy, miért nem árulod el. Na most nálam ez soha nem volt tabu, csak egyszerűen nem szoktam kiabálni az utcán, hogy ha-ho, 126 éves vagyok. Tehát most attól, mert nem mondom el videóba, vagy nem került szóba, de azt jelenti, hogy én nem vállalom fel, vagy szégyellem. Egyébként, ha valakit érdekel, akkor 1994. május 30-án születtem. Tehát számolt ki, most leszek május 30-án, azaz egy hónap múlva. Nem tudom, mikor lesz feltöltve ez a videó, de gondolom nem soká most. Tehát egy hónap múlva leszek 26 éves. Most sok, kevés, nem tudom. Hát nyilván nekem sok, de alapból nem zavar. Fel kell vállalni a korod. Egyébként mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát. Én mindig ezt szoktam mondani. A gyerek téma. Hogy miért nem beszélek erről, hogy mikor akarok gyereket, meg van egy gyerekem, meg ha van, akkor miért nem vállalom fel? Na most, emberek, ha lesz gyerekem, akkor fel fogom vállalni. Nem fogom videóba mutogatni, hogy nesze itt van, aztán 10 éves korában meg. Apa, miért mutogattál? Tehát szerintem ez ízléstelen dolog. Nem fogom mutogatni a gyerekemet, nem mondom, hogy nem rakom fel.
Facebookra, vagy mit tudom én, de szerintem nem az lesz az első, hogy ez lesz. Hallott, még nem raktuk fel Facebookra, hát... Tehát nem ez lesz az első pillanatom, hanem azt, hogy megláttam, és szerintem úgy érzékenyülök, hogy elsírom magam örömömbe. Tehát, ha lesz gyerekünk Trixivel, akkor biztos, hogy az lesz, hogy örülni fogok neki. Ha fiú lesz, ha lány, az a lényeg, tök mindegy, hogy fiú vagy lány, csak egészséges fiú legyen. Nem, egyébként csak vicceltem. Vagy nem. Nem csak vicc volt. Vagy mégse. Nincsen gyerekem, még, de szeretnék. Persze, hogy szeretnék gyereket, ez minden ember akar gyereket, aki nem az, az... Azt nem tudom. Találkoztam már olyannal, de nem tudom megérteni, nem is akarom. Hát amiről kicsit hosszabban lehetne beszélni, ha ismert vagy, akkor miért kell Trixinek is annak lenni? Ezt nem egy ember kérdezte, csak azért raktam bele a videóba. Nyilván tudta, hogy videózom, tehát már mikor megismertük egymást, de mi nem voltunk együtt, én elmondtam neki, hogy videózom, szeretem ezt csinálni, és kész. Hát, furcsa is volt, de elfogadta. Hát általában az ember, ha ismert, nehezen fogadják el, hogy tudod, felismerik az utcán, autogramot kérnek, fényképeket kérnek. Te, nem Johnny vagy, de kérhetek egy képet? Tehát volt már ilyen eset, nem egy. Nem olyan ember vagyok, akit percenként megállítanak, de azért felismernek az utcán, tehát basszus, hát interneten, hát már fenn vagy Facebookon, már ismertem be vagynak, akkor mi van, hogyha több ezer ember néz téged, mondjuk úgy kell fel, hogy téged néz, úgy fekszik le, hogy téged nézett, azzal telik a nap, hogy egész nap téged néz, alig vár, hogy videót tölts fel, egész nap rajtad kattog. Olyanokat is kaptam, hogy például van kinyomtatva egy óriás poszter rólam, és alig várja, hogy én azt aláírjam. Most lelőttem a point. Tehát már mindjárt folytatom, mert ezzel kapcsolatban még van egy sztorim. Úgyhogy lehetne hosszabb ez a videó. De nem akarom nagyon hosszúra. Tehát ahogy tudok, és egyedül vagyok itthon, próbálok videózni Trixivel, és nagyon sokat. Tehát nem, hogy elfogadta, hanem konkrétan tetszik neki az egész dolog. Mert amikor mit te, mint beszéljük, hogy ilyen videót kéne, olyan videót, tehát ez mindig szóba kerül minden egyes nap, a videózás, akár interneten beszélünk, akár személyesen, hogy ilyen videó, olyan videó, tehát ez nálunk már annyira természetes alap dolog, hogy nem hogy zavar, hanem szinte szeretünk erről beszélni. Úgyhogy nem erőszakoltam rá. Tehát én kérdeztem meg, hogy nem segítenél ebbe a videó, valami ilyesmi volt, és hogy nem baj, ha csinálnék erről videót, meg hogyha mit tudom, megyünk Lilafüreden, tudjátok, volt ilyen videóm, akkor nem lenne baj, ha Miskolcon, meg Lilafüreden csinálnék erről videót, és felraknám YouTube-ra. És felsőnek azt mondta, hogy nem nagyon akar úgy benne szerepelni, aztán meggondolta magát, és azt mondta, hogy hát miért ne? Valami ilyesmi volt. De most lehet hülyeséget mondtam, de nem szó szerint így volt, de valami ilyesmi. Erőszakolnék rá amúgy se semmit, tehát ha nem akar valamit, akkor nem fogom rá erőszakolni. Mindig kikérdezem a véleményét, kikérdezik egymás véleményét, mindent megbeszélünk. Őszinték vagyunk egymáshoz, tehát... Meg nekem tökre szimpatikus az, hogy nem csak hogy elfogadtátok, hogy videóimban benne van, hanem az, hogy meg is szerettétek. Úgyhogy nem kellett annyira erőszakolni, neki elég szimpatizált ez az egész. Lehetne ezt bővenben kifejteni, de próbálom rövidre venni a videót, de már így is 20 perc, de gondolom még vágok belőle, meg mit tudom én. Élőadások. Az utolsó lényeget, az direkt utoljára hagytam. Élőadások. Miért nincsenek élőadások? Nos, én sose voltam egy nagy streamer, live-os, live-oló, előadó, vagy mi az élőadásos, vagy hogy kell ezt mondani? Streamer? Streamer, mai szóval streamer. Sose voltam egy nagy streamer. Szeretek egyébként élőadásozni. Bármilyen furcsa, szeretek élőadásozni.
Azért szeretek élőadásozni, mert teljesen más dolog, mint a videózás. Azt tudom, hogy nyilván a videózáshoz tartozik a streamelés. Látod egyenesen, szemtől szembe, hogy kik néznek téged. Mert most az, hogy ott van, hogy 2000-re megnézték, oké, de most ki nézte meg? Mert néznek például külföldről rengetegen engem sokan, Magyarországról is, tehát mondjuk Európából is sokan néznek, de most az, hogy én Debrecenben lakom, Debrecenből is néznek, de nem csak Debrecenből, hanem nagyon sok helyről, és szerintem ez klassz. Viszont szeretek élőadásozni, csak hogy mondjam, fogok is. Én inkább a tartalmakat szeretem, tehát nem akarok senkit megbántani, mert nagyon sok videós ismerősöm van, és nagyon sok videóssal is jóba vagyok, hála Istennek. És nem akarok senkit sem megbántani, mert vannak olyan ismerőseim, bocsánat, de ezt kiékszelem, akik ilyen streamerek, vagy nem streamerek, de többet élőadásoznak, mint mondjuk tartalmakat csinálnak. Én inkább a tartalmak híve vagyok, ami azt jelenti, hogy inkább rákészülök a videóra, mint bekapcsolom azt, hogy élőadás, azt akkor, na, akkor mondja. Én inkább tudom, hogy macerás, meg én inkább rákészülök. Tehát arrébb rakom a tárgyakat, megcsinálom a fényt, a hangot, bemérem, csinálok egy próbafelvételt mindig a videózás előtt, hogy sziasztok, Johnny vagyok, ez a hangerő jó lesz, és akkor most itt beszélek, tehát majd egyszer erről csinálok egy videót, mert ezt tudom, hogy érdekel titeket. Tehát sok macera van azzal például, hogy tartalmat gyárts. De nem baj, mert én szeretem csinálni. Abszolút. És szerintem ez nem olyan nagy baj, attól független, hogy valaki inkább élőadáshozni szereti, meg tartalmat csinál. Nem baj az. Én szeretem nézni az élőadásokat, de azt is szeretem nézni, ha valaki tartalmat gyárt. Én mind a kettőt szeretem, sőt én is szeretem csinálni mind a kettőt. Csak én inkább szeretek előkészülni rá, szeretem leforgatni a videót, imádok videót forgatni. Imádom megvágni a videót, de tényleg szeretek videót vágni. Az is több óra hossza. Hát a legutóbbi videó 4,5 óra hossza alatt vágtam meg. De szeretek videót vágni, érted? Ha nem szeretném csinálni, akkor ezt a videót sem venném fel. Mert ez is a szabadidőmből megy el. Szeretek videót vágni, szeretek forgatni, szeretem feltölteni a videót, mert tudom, hogy amikor felmegy, akkor megnézik, és megnézi sok ember. Tudom, hogy sok embernek ezzel segítek, boldoggá teszem a napját. Tök jó érzés, hogy szerettek és néztek, tehát megkövettek, tehát ez nekem tök jó érzés, érted? Közönség találkozó. Elérkeztünk az utolsó témához, ami mindannyiótokat szerintem foglalkoztat. Hogy miért nem volt mostanában a közönség találkozó. Ez ugye augusztusra volt ígérve. Vizet iszok, miért kérdeznél valaki. Augusztusra volt ígérve az egész közönség találkozó. Azért lett elhanyagolva, mert akkor éppen sokat kellett dolgoznunk Trixivel, mert ugye nyilván ő se eljön, meg sokan mondtátok, hogy Trixi is adjon aláírást, meg ő is adjon fényképet, tehát adjon nektek autogramot, selfit, olyat, hogy én is legyek rajta, Trixi is legyen rajta, külön Trixi, én is külön. Rengetegen, de tényleg a kezemben nem tudom megszámolni, hogy hányan írtátok, hogy szeretnétek tőlem aláírást. Bocsánat, hogy mindig oda nézek, csak a fény nézem, hogy jól van-e beállítva. Szeretnétek tőlünk, legfőképp tőlem, de mind a kettőnktől aláírás kérni, meg közös fényképet. Ez nekünk nagyon, de nagyon jól esik, és köszönjük szépen, tényleg. Meg beszéltem videóba is erről.
hogy úgy lesz a közönség találkozó. Mondom, mi lesz itt? Hogy Debrecenben lesz. Az biztos. Én úgy terveztem, hogyha lezajlik az egész koronavírus, akkor Debrecenben lenne a nagy erdőn. Amikor jó idő van, vagy nyáron, vagy nyár vége fele, vagy ha ebbe az évben már nem lesz, akkor tavasszal, amikor nem lesz ilyen 40 fok nagyon meleg, és ott leülünk a fűbe, dumálgatunk, megismerjük egymást szemtől szembe, mert azért közvetlen ez az egész téma, hogyha személyesen találkoznánk. Ti nem unjátok? Szerintem tök unalmas. Aki unja hazasvattyokat, haza lehet menni, nem igen, kötelező unatkozni! Igen. Tehát röviden beszélgetnénk, csinálnánk közös fényképeket, szelfiket, aláírásokat, osztogatnánk Trixivel, mert ugye tőle is kértetek. Természetesen az egész közönség találkozóról lenne videófelvétel, tehát lesz róla film. Aki nem akar benne szerepelni, azt tiszteletbe tartjuk. Aki szeretne, az persze benne lehet. Ja tudom, az a jó képű srác! Úgyhogy lesz róla esemény mindenképp, lesz róla Facebook esemény, lesz róla videó. Szerintem még élő bejelentkezés is lesz. Tehát... vagy a közönséggel majd, aki nézni fogja ezt, mert gondolom nézni fogja. Mindenképp szólunk előtte, itt még minimum egy hónappal. Több, de szerintem minimum egy hónappal. Úgyhogy ennyi. Tehát ezek nem hazugságok, amiket elmondtam, csak tévhitek, mert ti azt hittétek, hogy... Na. Ha bármilyen kérdésetek van, vagy esetleg szeretnétek valamit mondani nekem, akkor nyugodtan írjátok le nekem, itt jelezzétek lent a kommentben. Te miért iszol, Marian? Néhogy. Lájkoljátok be az oldalam, Facebookomat nézzétek meg. Írjatok e-mailt a bonteve@hotmail.com-ra. Esetleg, ha valaki támogatni szeretné a csatornámat, hogy jobban fejlődjön az egész videózási karrierem. Legyen tánc, meg legyen... Akkor a PayPal-on megteheti, lent van a link, rákattint, csak beírja az összeget és át is ment a pénz. Ha valaki szeretne donételni, ennyi. Ha bármilyen óhaj-sóhaj kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel nekem, és meglátom, hogy milyen válasz se kerül belőle, és válaszolok erre. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Legyen szép napotok, vigyázzatok egymásra. Ez volt a Bondbolond csatorna. Én Johnny voltam. A metál legyen veletek. Sziasztok! A viaderőt, az benned van. Bízd magadban, ami van, szeretem, ami gyógyít téged. Sebektől törni, pedig erősebb leszel. Ami ad erőt, az benned van. Bízd magadban, ami van, szeretem, ami gyógyít téged.